Egy hét programokkal teli hét után fáradtan, de jókedvűen vették át oklevelüket azok az általános iskolások, akik a Csapó Dániel mezőgazdasági technikumban és szakképző iskolában ismerkedtek meg a pék cukrász szakmával. A hét zárásaként a diákok családi napon vehettek részt szüleikkel együtt. Végül pék cukrász kisinassá fogadták őket. Görcsös Dalán János, a Baka István általános iskola 6. osztályos tanulója, egy volt abból a 20 diákból, aki vállalkozott a szakmakóstoló pálya orientációs hétre. Érdekelt a cukrászat művészete, és hát akkor a pékség, tehát a pék munkáról se lehet lemaradni. Gotthard Mátyásnak a langaló, vagy más néven kenyérlángos sütés tetszett a legjobban. Első nap langalót sütöttünk, muffint, bombont is csináltunk, mézes kalácsot is, elég sok mindent sütöttünk igazából. Harmadszorra szerveztek az iskolában ilyen jellegű programot. A gyerekek laboratóriumban lisztet vizsgáltak, mézes kalácsot díszítettek, bombont készítettek. Ellátogattak a csokoládé manufaktúrába, valamint a mézes kalács múzeumba. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával megrendezhettük idén is a szakmakóstoló pályaorientációs hetet, és az idei évben a pék cukrászképzést tettük a központba. Nagyon nagy hiány van a jó pékek és a jó cukrászok körében, és ezért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ezt a szakmát népszerűsítjük. Az elmúlt két évben a gazda szakmára helyeztük a hangsúlyt, és ezért most szerettük volna az élelmiszerágazatot is egy kicsit kiemelni. Igyekeztünk az iskolában is, és a saját tankonyhánkban programokat szervezni, illetve külső helyszínekre is elvittük a tanulókat, hogy minél szélesebb körben szerezzenek tapasztalatot erről a csodálatos szakmáról. Nagyon pozitív a gyerekek részéről a visszajelzés, nagyon élvezték ezt a hetet. Én azt gondolom, a tapasztalatok azt mutatják, hogy információkat és tudást is szedtek össze, de ami nekünk a legfontosabb volt, hogy nagyon jól érezték magukat a gyerekek. A pályaorientációs hét célja az volt, hogy felkeltsék a Tolna megyei diákok figyelmét a pék cukrász szakma iránt, amit 3 éves képzés elvégzésével lehet megszerezni. Hát ahogy a munkaerőpiac is mutatja, hogy hiány van belőle, hát az iskolában is sajnos nagyon kevesen jelentkeznek. Egy fél osztálynyit tudunk most az idén pékcukrász tanulókból elindítani, de minden évfolyamon vannak pékcukrász tanulóink. Az elmúlt években sokat egyeztettünk a szakképző intézményekkel, és ugyanúgy az igazgatóasszonnyal is, és mi is érezzük a piacon, hogy mik azok a hiány szakmák, amik jelen vannak. Azt is érezni lehet, hogy a fiatalokat motiválni kell abba az irányba, hogy mozduljanak az agrárium felé, illetve azon belül az élelmiszeripar felé, mert hogy hiány van, nincs csak megfelelő mennyiségben sem pékem, sem cukrászok, és ebbe azokból kifolyólag támogattuk ezt, illetve szerveztük meg közösen az intézménnyel ezt a párnapos szakmakóstolót, pályaorientációt, mert hogy azt gondoljuk, hogy nagy változás előtt áll a szakma, az ágazat, az agrárium is nagy változás előtt áll, a fiatal generációra szükség van, mert annyira innovatív lett a terület, ez a terület is már, hogy a generációváltásra szükség lesz, elkerülhetetlen. Ezt az idősebbek is érzik és tapasztalják. Ha fél osztályt tudunk csak indítani, akkor az is jelzi, hogy azért erre lenne szükség, és van is igény, és lesz is rá az elkezdő időszakban szükség. Én abban bízom, hogy akik itt voltak fiatal gyerekek, azok a barátaiknak, ismerőseiknek elmondják az itteni tapasztalatot, és ezzel is tulajdonképpen egy ilyen apró kis suttogó marketinggel a gyerekek között talán tudunk másokat is motiválni, ha nem is közvetlen. Maradunk egyelőre az élelmiszeripar területén, mert ott elég komoly hiányosságok vannak, illetve hiányok vannak, illetve az agráriumban is vissza fogunk térni, mert a precíziós gazdálkodáson keresztül egy komoly váltás fog következni az agráriumban. Az ökogazdálkodás nagymértékben befolyásoló tényező lesz, tehát egy új generációnak kell felnőni hozzá, ezt az idősebb generáció érzi is egyébként. Ahol megvannak a tradíciók, ott már a nyitottabbak a fiatalok. Most az elmúlt héten pont vendéged itt indítványozására volt egy ilyen rócsónk, ami a precíziós gazdálkodásról szólt, és hála Istennek jelentek meg fiatalok, de még nem olyan vonulmenben, mint szerettük volna, viszont az idősebb korosztály tudja, hogy szükség van rá, és ahol megvannak a tradíciók a családon belül, ott már elkezdődik a generációváltás. A vezetők tehát azt ígérik, lesz folytatása a programnak, újabb szakmákkal lehet majd megismerkedni az iskolában.